A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluli nézőink számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Dr. Dézsi Csaba András vagyok, a Győr Plusz Televízió hetente jelentkező egészségügyi magazinjának szerkesztő műsorvezetője. Műsorunkban azzal foglalkozunk, ami mindenki számára a legfontosabb, az egészségünkkel. Hétről hétre egy fontos kérdéskörről beszélgetünk vendégeimmel, megismerhetjük a szakemberek véleményét arról, hogy miként kerülhetjük el a betegségeket, illetve mit tehetünk akkor, ha már megjelennek az első tünetek. Nátha, megfázás, fülgyulladás, vagy síelés, szánkózás, korcsolyázás, mindez illik a hónaphoz. Bár a jóból is néha megárt a sok. Tudták, hogy a téli napsugarak is károsíthatják a szemünket? Vagy azt, hogy síelni csak alapos felkészülés után érdemes? Ezekről beszélgetünk mai adásunkban, tartsanak velünk! A legtöbb kórokozó cseppfertőzéssel terjed, azaz a belélegzett levegő útján jut a szervezetbe. A mandulák immunrendszerünk fontos részei, melyek az első védelmi vonalat képezik a kórokozók leküzdésében, ezért nem is szabad komoly indok nélkül megválni azoktól. Mikor kell a szikéhez nyúlni? És mikor célszerű a konzervatív kezelés? Erről dr. Horváth Éva gyermekfilológiai gészfőorvossal beszélgettünk. Háziorvosi szinten nagyon szépen diagnosztizálható, ma már majd minden háziorvos otoszkópot használ, tehát megnézi a gyermek fájó fülét, és a kezdődő középfülgyulladásokat nagyon jól lehet gyerekgyógyászatilag terápiázni. Ez szinte már nem is a gyerekfülészetnek a problémaköre. Akkor viszont, ha ez úgynevezett nem gyógyuló, tehát megfelelő terápiára, antibiotikumra, orrcseppre, nyálkódóköptetőre nem gyógyuló középfülgyulladás, hát akkor viszont nekünk is ugye be kell avatkozni. Akut orrhurutok, hát mindegyik kisgyerek, főleg a közösségekben ezt tapasztaljuk, ugye, hogy náthásak folyamatosan bekerül a közösségbe. Az első 3 hónap az általában nagyon nehéz mindenkinek, amíg megszokja azt a flórát, amivel addig nem találkozott. Az elhúzódó náthákra kell figyelni, tehát amikor most már kezünkbe van, bemegyünk a patikába, szinte mindent megvásárolhatunk egy alapbetegséghez. Orrcsepp, tengervizes orrsprék, orrcseppek nagyon jók, mert nincs mellékhatásuk. A názivinnel vigyázni kell, és ennek a családjával, mivel ennek egy hetes terápiás intervallum után ezzel meg kell állni, le kell állni, nem szabad tovább alkalmazni, mert egy úgynevezett rebund hatás, tehát egy ilyen visszacsapó hatás, hogy marad orr-ér tágulatban az orrnyálka ártya miatt. Ezt nagyon jó, ha tudják a szülők, hogy folyamatosan csak tengervizes orrsprét használhatnak. Tehát, hogyha elhúzódó, gennyes, netán fülfájdalommal járó az orrhurut, akkor jönni kell. A garatgyulladások, mandulagyulladások, ormandulagyulladások, ez is háziorvosi szinten nagyon szépen kurálható, terápiázható. Mi szeretünk levenni egy nem gyógyuló esetben, én mindig garatváladékot, hogy nézzük meg, hogy milyen kórokozó az, ami ezt okozza, és erre célzottan kapjon gyógyszert, és nem 2 napot, nem 3-at, nem addig, ameddig jobb, hanem az a 7-10 napos terápia, hogy ez, ha egyszer kialakult a betegség, ki tudjuk gyógyítani. Itt meg kell jegyezni, viszont, hogy ezeknél a betegségeknél nem mindig baktériummal indul, általában vírusfertőzéssel indulnak ezek a betegségek, és a szövődménye, vagy a ráfertőződés okán jönnek a baktériumok. Most van egy víruskör, viszont az úgynevezett mononukleózis, ami már találkoztam 2 kisiskolással is, de inkább a kis gimnazistáknak a betegség, ez a mononukleózis, nagyon makacslázzal, mandulagyulladás tüneteivel, nagy nyirokcsomókkal, nagyon nehezen gyógyuló és lávadozó állapottal, tehát ezek mindig orvosi ellátást, szakorvosi ellátást igénylő helyzetek. A prevenció legszomorúbb köre, amikor a kisgyermek mellé születik, újszülött baba. Netán most volt épp a napokban egy ikerpár,
két éves jár a bölcsődébe, és a két kis 6-7 hónapos ikerpárnak átad minden fertőzését. Nagyon komoly gyulladások lehetnek ezek, és most több szülőnek is tanácsoltam már. Hazahozza a gyermekét az óvodából, még ha nem is beteg. Nyilván egy kis közösség azért arcukon, bőrükön, mindenütt oda tapadnak ezek a kórokozók, hogy hazaérkeznek, fürdőszoba látogatás, arcmosás, kézmosás, fogmosás, ha tudnak esetleg egy kis toroköblítést, ugye a Macia tévébát, ami időnkben még ugye ment a esti mese, a Maci gurgulázott, ez a kis pár csepp Amodenttel meg lehet próbálni, odolovenál, tehát nem a tömény szájvizekkel, hanem a hígítottakkal. És egy arcmosás, kézmosás, fogmosás, kis törököblítés után küldjük, vagy engedjük csak a pici babákhoz. Ugyanez a testvér gyermekeket. Ugyanez vonatkozik nyilván a közösséget látogató gyermekre is. A fülfájás hátterében több betegség is állhat, ilyen például a rágófogak betegségei, a rágóizületek gyulladásai, az orrmelléküvegek betegségei és a garatgyulladásos megbetegedései. Utóbbira jellemző, hogy a fájdalom főleg nyeléskor jelentkezik. A fülfájás leggyakoribb oka azonban az akut, savós vagy gennyes középfülgyulladás, főként kisgyermekkorban. A gyerekfülészeti ambulancián a leggyakoribb kórkép, amivel hozzák a gyerekeket a szülők, az a középfülgyulladás. Ez leginkább a bölcsödés, az óvodáskorban fordul elő. A középfülgyulladás általában egy felső légúti hurutból, náthából alakul ki. Vannak gyerekek, akinek nagy a hajlama rá, tehát a legkisebb nátha és a középfülre tud húzódni, míg mások gyerekek, hogyha nagyon náthásak, magas lázuk van, mégsem alakul ki középfülgyulladás. Ez egy veleszületett hajlam, tulajdonképpen hozza magával a gyerek az erre való hajlamot. Nagyon sokszor megkérdezzük, hogyha a gyereknek ismétlődően középfülgyulladása van, hogy úgymond az anyuka volt-e füles, vagy az apuka, és gyakran igenlő a válasz. Ilyen esetekben számolni kell azzal, hogy a kisiskolás korig elkíséri a gyereket ez a középfülre való, gyulladásra való hajlam. Mit teszünk ilyenkor? Elsősorban először gyógyszeresen próbáljuk kezelni a gyereket. Kap orrcseppet, igyekszünk ösztönözni a szülőt az orrszívásra, illetve a fülmelegítésre, és természetesen adunk antibiotikumot is neki. Amennyiben ezzel a gyógyulást nem tudjuk elérni, akkor felajánljuk a fül felszúrását. Ez esetben nagyon nagy az ellenállás számos esetben a szülők részéről, miután még ma is él az a tévhit, hogyha egyszer felszúrják a gyerek fülét, bizony akkor az évek során számtalanszor erre sor kerülhet. Én szeretném elosztatni ezt a tévhitet, ha nem szúrjuk fel a gyereknek a fülét, akkor is ugyanúgy előfordul a középfülgyulladás, mint hogyha ez megtörténne. A fülfelszúrásnak a nyoma egyébként egy hét alatt gyönyörűen gyógyul, és később gyakorlatilag nincs az az ember, aki megmondja, hogy föl volt ez a fül szúrva, avagy sem. Ezért ezt a nagy félelmet szeretném eloszlatni, ami a szülőkben van. Mikor javasolt, mikor kell felszúrni a gyerek fülét? Hogyha valakinek volt már magas lázzal, fülfájással ébredő gyereke éjszaka, és tudja, hogy micsoda nagy fájdalmat jelent az, hogy sír az a gyerek, akkor az sokkal könnyebben beleegyezik a fülfelszúrásba, mert utána láthatja, hogy megkönnyebbül, gyakorlatilag egy fél óra alatt kicserélődik az a gyermek, megszabadul a fájdalomtól, és persze jó esélyt adunk arra is, hogy meggyógyuljon azáltal, hogy leszívtuk a gennyet a füléből. A másik alkalom, amikor mi nagyon javasoljuk, illetve hát el is végezzük a fülfelszúrást, az, hogyha elhúzódóan magas láza van a gyermeknek az antibiotikus kezelés ellenére, illetve hogyha elmúlt a láza, de egyszer csak újra visszatért, újra magas láza van. Ilyenkor megint csak azt tudom mondani, hogyha megszúrjuk a fület, leszívjuk onnan a gennyet, akkor látványosan, gyorsan, szépen meg tud gyógyulni az a középfülgyulladás. A harmadik esetben, ami gyakorlatilag elkerülhetetlen a beavatkozás, hogyha szövődményre van gyanú. A fül elhelyezkedésére, hogyha tekintettel vagyunk, láthatjuk, hogy nagyon közel van a koponyaüreg. Ezért ez a gennyes gyulladás könnyen, gyorsan a koponyaürbe kerülhet, ezáltal nagyon súlyos szövődményt okozhat. Ha a fülfelszúrással utat adunk a gennynek, le tudjuk szívni, akkor nem terjed a koponyaüregbe, ezáltal nagyon súlyos szövődményt tudunk megakadályozni.
Azonban ezek a szövődmények ma már ritkábbak, miután bevezették a pneumokokusz elleni védőoltást, azóta ezeknek a szövődmények a száma lényegesen csökkent, de sajnos teljesen nem múltak, tehát elfeledkezni nem szabad róla. Ha mindezek ellenére a gyerek változatlanul újra és újra ide kerül, és középfülgyulladás miatt nagyon sokszor antibiotikus kezelésbe kell, hogy részesüljön, akkor is vannak még terápiás lehetőségeink. Ilyen esetben szoktuk ajánlani azt, hogy legyen egy ormandula műtétje, illetve hogyha ezek a középfülgyulladások kapcsán egy tartós nagyothallás alakul ki a gyereknél, dobüri váladék retencióval, tehát a váladék ott marad a dobhártya mögött, és ez halláscsökkentést okoz, ilyen esetben úgynevezett ventilációs tubust, tehát egy ilyen nyomáskegyenlítő tubust tudunk a gyermeknek a fülébe helyezni, ami későbbiekben semmiféle hátránnyal nem jár, ez magától kilökődik, egy rendszeres kontrollra szoktuk ilyenkor kérni a gyerekeinket, és gyakorlatilag ezekkel a beavatkozásokkal a későbbi szövődményeit, tehát a halláscsökkenéseket igazából nullára tudjuk jóformán redukálni. Ezért minden szülőnek azt tudom mondani, hogy ha egy jól képzett vagy gyakorlott fülorgégész ajánlja a fülfelszúrást, illetve az antibiotikus kezelést, érdemes elfogadni. A magyar emberek életében a téli sportok speciális mozgásformája csak szezonálisan van jelen. Mindez gyakran váratlanul erős terhelést jelent az izomzatnak és az izületeknek egyaránt. Sokan felkészülés nélkül vágnak neki az efféle aktív pihenésnek, és a szakemberek szerint a sportbalesetek jelentős része pont ebből a felkészületlenségből fakad. A síelés egy nagyfokú terhelést ad az izületeknek, legfőképp a térdet, csípőizületet veszi igénybe, és ezt jól lenne előkészíteni. Előkészítésnek az egy okos gondolat, ha előtte azért minimum egy hónappal, 6 héttel elkezdünk rá gondolni, úgyis tudjuk, zömmel ütemezzük, hogy mikor megyünk síelni, az előtt, ha lehet, egy 6 héttel kezdjünk neki, hogy felkészítsük magunkat arra, hogy tudjuk azt a terhelést hozni. Ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy előtte mozduljunk rá. Mi az, ami igazából a legideálisabb? Aki mondhatni irodai munkából szakad ki, az először tudatosan gyalogoljon napi fél órát, akár ez a Nordic Walking jelleggel, és azt növelje szépen föl 1 óra időtartamig. Itt a sebesség lenne a fontos, meg a párhuzamos lábtartás. Nagyon fontos lenne, hogy párhuzamos lábakon sétáljunk, és lábujjhegybe egy nagyon picit lökjük meg magunkat, amikor ellépünk. Ez olyan 5-10% közötti erőt képvisel. Ne egy ilyen föllehullámzó mozgás legyen, hanem csak épp, hogy lábujjhegybe egy érezhető, leheletfinomnyi tolást adjunk, hogy a vádlit is bekapcsoljuk a munkába. És párhuzamosak legyenek a lábfejek, ne az a kacsajárás legyen, ahogy általában néhányan vagy sokan megyünk az utcán, hanem figyeljünk arra tudatosan, hogy párhuzamos lábakon menjünk. Miért fontos ez? Azért, mert így a láb izomzata, a teljes izomlánc bekapcsolódik a munkába, és ez is már egy nagyfokú felkészítés. Tehát egy ilyen fél órával kezdünk, és 1 óráig jussunk el. Ezt olyan 1 hét, max. 2 hétig csináljuk, ha teljesen nullán vagyunk. Aki már ezen túlhaladott, mert érzi, hogy valamit már mozdult, néha lement focizni, vagy valami kis mozgása azért van, az akár kezdheti könnyű kocogásokkal. A kocogásnál nem a távolság lenne a legfontosabb, hanem hogy minél hosszabban, hanem inkább az intenzitás. Tehát itt lehet kezdeni megint fokozatosan az, hogy 2 percet futunk, 1 percet sétálunk. 2 perc futás, 1 perc séta. Vagy ezt lehet szépen növelni, hogy 3 perc futás, 1 perc gyaloglás. És szépen ezek az arányokkal fölmenni 4-5 percig, és ebből csinálni mondjuk egy 4-5-öt belőle. És ezeket az 2-3-4-5 perces futásoknak a tempóját akarjuk növelni, hogy egy kicsit gyorsabban, nagyobb távolságot tegyünk meg egy adott időegység alatt. Ez nagyon jó, megdolgozza a vádlit is, a négyfejű combizmot is, combhajlítót is. Ha ezt töltésen tesszük, már amikor ott tartunk, hogy ilyen 5 perces futásokat csinálunk, akkor nyugodtan beteltünk egy békésebb töltés szakaszon, hogy lefutunk a töltésről, fölfutunk a töltésre. Minden ilyen 5 perces blokknak a közepén beteltünk 2-3 ilyen töltés oldal megfutást. És itt is nagyon fontos, hogy párhuzamos előre néző lábfejekkel fussunk. Ne kacsaként menjen a láb, hisz az jobban dolgozza az izomzatot. Ha ezen is megvagyunk, ezt megint érdemes egy 2 hétig csinálni,
utána érdemes bekapcsolni az ilyen könnyed szögdelő mozgásokat. Megtartva a futó mozgást, és mellé könnyed páros lábon szögdelés, terpes zár szögdelések, harány szögdelések, páros lábon jobbra-balra kiszökkenéseket lehet csinálni, mert ezek már nagyon közelítenek a síelés mozgáshoz. Ezeket érdemes csinálni. Előre-hátra szökkenek ilyen félméteres fesztávolsággal. Vagy oldalra szintén növelem a fesztávolságot, 50 centivel kezdek, utána ezt elviszem 60-70 centi páros láb. Kézzel is dolgozok, rugózok, húzom a kezet, tehát hajlított kézzel dolgozok, a kéz is aktívan tudjon segíteni. És ez már behozza egy kicsit a törzset is a munkába, ami megint csak fontos. Én azt mondom, hogy igaz, hogy 5-6-7 órát síelünk, de arra heti szinten egy 3, max. 4 alkalommal, ha egy-egy fél óra, egy órás időtartamot tudunk edzéssel eltölteni, azzal nagyon nagy mértékben csökkentjük a sérülés veszélyt. Mindenki tudja, hogy aki túl sokat tartózkodik a napon, annak leég a bőre. De mi a helyzet a szemünkkel? Szakértők szerint a káros sugarak nem csak nyáron veszélyeztetik a látásunkat, hanem télen is. Télen megváltozik a környezetünk, a környezeti behatások jócskán befolyásolják a szemünket. Főleg idősebbeknél tapasztalható az a jelenség, hogy könnyezés, szemégés, szemszárasság, vagy pedig bizonyos látás alakul ki. Ez annak tudható be, hogy idősebb korunkra a könyvtermelés minősége megváltozik. Nem csak mennyiségi, minőségi változás is bekövetkezik, ezáltal a szem felszínét befedő könyvfilm gyorsabban párolok, gyorsabban lefut a szem felszínéről, és emiatt jelentkeznek ezek a panaszok, hogy kimegyünk egy jó fűtött, jó párásított lakásból egy hideg, metsző téli szélbe, a szemünk sarkából potyog a könyv, illetve a tartós téli hideg szél hatására égő szúró érzést érzünk szemünkön. Ez ellen gyakorlatilag műkönny alkalmazásával tudunk segíteni. A mai műkönnyek nagyon fejlettek, jócskán túlhaladják azokat a korábbi egyszerűbb, idézőjelben tett gyógyszertári készítményeket, amelyek még mindig szép szárban fogynak. Ezek tudják pótolni azokat a kieső fázisokat, könyvfilm fázisait, amelyek csökkent termelésnek köszönhetően okozzák ezeket a panaszokat. Nagy előrelépés az is, hogy ezeket már többnyire konzerválószer nélkül gyártják, hogy kontaktlencsés emberek is tudják napi szinten a kontaktlencs eltávolítása nélkül is alkalmazni. A műkönny alkalmazása főleg azoknál, akik szemműtéten estek át, vagy időskorúak és megváltozott a könyvtermelés mennyisége és minősége, tudják csökkenteni ezeket a panaszokat. Ugyanez érvényes a száraz, fűtött lakásra is, ahol nagy alacsony páratartalom mellett a nagy meleg miatt előadódhatnak ezek a panaszok. Kifejezetten olvasáskor, tévénézéskor is jelentkezhetnek ezek a kellemetlen dolgok, ezekre is nagyon alkalmas a műkönyv. A másik dolog, ami télen nagyon fontos lehet, ha hó fedi a határt, hogy a hó gyakorlatilag 100%-ban visszaveri a UV-sugárzást. Ezzel ellen napszemüveggel érdemes védekezni, természetesen azok, akik magashegyi sportolásra adják ilyenkor a fejüket, kirándulásra, szánkózásra, síelésre, feltétlenül javaslom, hogy az esetleges sérülések, közvetlen szemsérülések elkerülése véget is viseljenek zárt napszemüveget, vagy pedig síszemüveget, ezáltal akadályozva azt, hogy kellemetlen élménnyel fejezzék be téli kirándulásokat. Másrészt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki kézi szerszámot, csiszolót, sarokcsiszolót, fúrógépet vagy hegesztőeszközt kap karácsonyra, hogy természetesen miután kipróbálta, de előtte olvassa el a használati előírást, és ne legyen rest föltenni a védőszemüveget, hiszen szemünk, testfelületünknek nagyon kis részét képviseli, de jelentős mértékben alakulnak olyan sérülések, amelyek a szemet érintik, tehát nagyon vigyázunk a szemünkre. Itt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy itt szó esett a kézi szerszámokról, illetve a karácsonyfa eltávolításakor, leszedésekor előfordulhat, hogy a karácsonyfa levele a szembe csapódik. A probléma az, hogy
nagyon óvatosnak kell lenni, a növényi sérülések okozta szemsérülések lassan gyógyulnak, nehezen gyógyulnak, visszatérő panaszokat okozhatnak. Tehát a kérés az, hogyha friss a sérülés, akkor mielőbb jöjjenek a kórházunk sürgőségi osztályára, és onnan megfelelő vizsgálatot követően a beteget vagy a sérültet a személyzeti osztály ügyeletére fogják irányítani. Mindenkit arra kérek, hogyha bármiféle sérülés vagy jelentős látáscsökkenés, fényérzékenység, váladékozás jelenne meg, ne várakozzanak, jöjjenek akkor a személyzeti szakrendelésre napközben, illetve rendelést követően, 6 órát követően pedig a sürgősségi osztályra és ellátásban részesülnek. Kedves hölgyeim és uraim! Elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Egészségügyi témákról olvashatnak még a Györpusz heti lap Vény nélkül rovatában. Jövő héten ugyanebben az időben ismét várom Önöket. Addig is az alábbi e-mail címre bátran írjanak nekem, bármilyen kérdésük van, mindenre választ kaphatnak. A viszontlátásra! A műsorvezetőt a Victoria divatáru üzlet öltözteti. Műsorunkat a dr. Dézsi Magnekótiszt támogatta.